Sziasztok, üdvözletem minden egy új videóból, innen Szegedről. És itt van egy emlékmű, ami a Szegedi Vasúti Tiszahídnak az emlékműve, és nézzétek meg, 2011-ben állították, ha jól látom, az évben már kicsit berozsdásodott. És ugye, ahogy ott olvasható is, az első két vágányú is. Szállj egy kicsit erre jönnem, mert azért most feltámadt a szél, pont amikor videóznék, és a szél zaj. Na, próbálok úgy fordulni, ez a valadjon be, és hát ez a két vágányom van még, ez nagyjából ott is van, ahol eredetileg is mentek a sinek, és ugye itt volt a vasúti híd, itt ment át a túloldalra, ugye Újszeged fele. Hát a hídról annyit, majd mindjárt megnézem azért még a Tiszánál is, hogy van-e valami nyoma, bár ugye ott látszik, hogy ott ahol nincsenek fák, ott lehetett a híd. Szóval a híd történetére annyit, hogy 1858-ban épült, legalábbis akkor adták át, az építkezés nyilván kicsit korábban is megkezdődött. És igen, ahogy olvasható is volt, két vágányúnak épült, és a világ első két vágányú vasúti hídja is volt. Viszont ugye a szerkezet az idővel azért egyre inkább öregedett el, mert nyilván a Szeged-Temesvár vonal miatt épült ez meg. Ugye akkor az volt a vasúti kapcsolat ugye arrafele. Hát 1920 után, mióta lecsökkent a forgalom Trianon után, az egyik vágányt a hídon fel is szedték, de már előtte is biztonsági intézkedésként be volt vezetve, ez még az első világháború idején történt, hogy egyszerre csak egy vonat lehet a hídon, mert ugye már nem bírta a híd szerkezet se. De látszik, itt volt a híd, valahol ott a nyoma is volt meg, és ott van szemben Újszeged állomás, mert azt is meg fogom nézni. Ott, ha jól tudom, még az egyik pillére meg is van. És arra van a közúti híd, ugye az újszegedi. Meg ott az árvíz emlék, majd azt is megmutatom. Úgy is arra kell menni. Hát látjátok, hogy az eredeti nyomvonal helye az már beépült. Ugye itt klinikák, meg egészségügyi intézmények épültek a helyére. De ugye itt erre fele ment volna a szegedi nagyállomáshoz. Oda, ugye onnan ágazott tovább, hogy a Szeged nem fejpályaudvar volt, hanem átmenő. Egészen addig, ameddig ez a híd állt. De hát, 1944-ben a második világháború idején bombázták le, ugye a brit-amerikai légierő. Ugye többször is ért a bomba találat, és talán a második volt az, ami már sikeresebb, amikor 8 közvetlen találatot kapott, és gyakorlatilag akkor sem is ült meg teljesen. Viszont a háború után még épült egy ideiglenes fahíd, amin keresztül 1946. decemberig még fent tudták a forgalmat tartani, viszont az akkor már nem bírta tovább az idegenesít se, meg legjobb a forgalom is lecsökkent, tehát azt is el kellett bontani, és utána viszont nem épült újra. És ugye az is látszik, hogy mivel itt már beépült az eredeti nyomvonal, ide-vide visszaépülten a hidat már nem lehet, és nem is ez a terv, egyébként erre van egy új vasúti híd építése viszont délebre. Ez akár a makói teremtvén, ez egy nyomvonalán, akár a Szeged-Temesvár vonal visszaépítése, mind a kettőről vannak tervek egyébként, de hogy mikor fog megvalósulni, azt még nem lehet tudni, mert még csak tervezési fázisban van a dolog. Hát igen, egyébként itt a Tisza parti sétányon vagyunk most, és akkor majd még az árvíz emlékművet azt megmutatom, aztán átmegyek a hídon és az újszegedi oldalon is megnézem, hogy maradt-e valami az egykori hídból. Már mondom, úgy tudom, hogy az ottani hídpillér az még megvan. És hát itt vagyunk, ez a árvízi emlékmű. Ez pontosan nem tudom, mikor állították, de 1986-ban már meg volt, erről van videófelvétel. Hát itt ugye az árvíz védelmi rendszer fejlesztésről és az árvízi biztonság növeléséről van. Szóval, ja, itt vagy, igen, itt van 1979-ben. Állították az emlékművet ezek szerint. És a nagy szegedi árvíz pedig 1879-ben volt. Itt vannak még ilyen kockák is, mindjárt kis közelebb megyek és megnézem, mi van rájuk írva. Ja, hát látjátok, Európa Díjas Városok Szövetsége. Hát igen, itt különböző évfordulókra állítottak emlékműveket, ezek a nagy betonkockák. És akkor bemegyünk ide akkor az emlékművel, hát közben néha feltámad a szél, néha nem, meg de viszont nem tudom, hogy mennyire lesz szélzajos, majd igyekszem mindig úgy fordulni, hogy ne szél irányba legyek. És akkor nézzük, mik vannak még itt.
Ja, igen, ez így fel van sodorva, hogy honnan jött adomány az újraépítésre. És 1970-ben is volt árvízveszély, de akkor szerencsére a megerősített vívvonal az utazott. Na, ezt nézzétek, itt van a kis vasútnak is egy emléktáblája. Mondom, itt lehetett a végállomása, az egy jövőbeni projekt lesz, amikor bejárom a szegedi kis vasút nyomvonalát is. Tervek már megvannak rá, viszont ugye, hogy írva is volt, az 77 km hosszú, tehát az biciklivel fogom majd bejárni, és valószínűleg nem egy részletbe. Hát ez... újjáépült, de... nem, mert ez a Tisza híd, ez már korábban is itt volt. Az árvízvédelmi rendszer, ja igen, itt volt a... Na és itt vannak a vízállások. Azért volt ilyen 960 méteres vízszint is, most sőt 2006-ban és 1900 méteres. Hát igen, akkor azért így, akkor is szükség volt itt az árvízvédelmi rendszerre. És akkor itt vagyunk Újszegeden. Hát igen, ez a vasútállomás. Hát az nem jártam itt már legalább 5 éve, és akkor ez még nyitva volt. Sőt, ott még megvolt a kattogós óra is. Ez pedig egy resti volt régebben, de ez már akkor sem működött. Hát most meg... látom, hogy félig meddig le is égett, és tudom, hogy csak illegális halaknak. Egyáltalán, viszont hát felgyújtották, az is látszik. Ez kiégett. Hát ez maga szokásos OSB lappal le van nyomva, és valamit ki is ástak. Semmi, viszont épült egy új bicikli tároló. Igen, mert egyébként itt van forgalom, tehát ez a napi két vonat az megy itt Makó meg Mezőhegyes fele. És hát ugye még utasok is szoktak itt lenni. Én is meglepődtem, amikor utoljára ezen a vonalon utaztam, hogy ahhoz képest nagyon szar a menetrend, és tényleg vannak utasok, és nem is kevesen voltak, és három részes BZ jött, és kellett, szükség volt rá. És akkor nézzétek, itt van a vágányok felelő oldala az állomásnak, hát itt is OSB lapos, meg nincs itt már szolgálat. Viszont ami érdekes, hogy itt viszont egész jól kipuszolták itt az űrszelvényt, itt emlékszem, hogy utoljára erre jártam, itt még hatalmas nagy gaz volt, és nem is tudtam elmenni a végéig. Na most meg lesz. Meg ráadásul akkor még ez egy nagyon rossz környék volt. Ugye tele volt itt azért dobálva fecskendőkkel, tehát valószínűleg rogosok jártak erre. És ott mondom, hogy mostan simán el lehet menni az ütközőbe, akik. És talán még a hídfillér is meg lesz. De itt egyébként a körüljárást azt meg lehet oldani, mert itt rugós váltók vannak, nem kell hozzá a személyzet. De majd azt is mindjárt nézzük, vagy lehet, hogy ezen az oldalon nem rugós váltó van, csak a másikon. De már korábban is, amikor még volt itt szolgálat, akkor is ennyi volt a körüljárás. Meg szerintem nem is ezen az oldalon járnak körül, hanem a másikon. Hát ne emeljek a végéig, aztán meglátjuk, hogy mit látok majd ott. Szeged állomásnak a végén, viszont ezt nézzétek. Nem megyek közelebb, mert úgy látom, itt van egy csöves tanya. De majd még itt valahol majd körbe megpróbálok lemenni és megnézni, van-e ott valami maradványa a hídnak, de teljesen az ütközőbe, akik most nem tudok elmenni. Már ezt nézzétek. Ott van a csöves tanya, és ott volt az ütközőlak, és hát igen, itt mellette azért el tudtam mondom volna jönni, hát most tudni, hogy ez zaj lesz, mert arról fúj. És szerintem az volt, igen, tehát így, és az a híd pillér. De ezt mindjárt meg is nézem közelebb, de van rajta egy emléktábla is, de szinte biztos vagyok benne, hogy ez volt a híd pillér. És igen, itt az emléktábla, 1988-ban állították, és itt a történet, és igen, 1944-ben lebombázták. Viszont van egy érdekesség is, de meg valakire fölmászni, és majd ott megmutatom. Na, látjátok, itt vagyok fenn a híd tetején, és amit így kiszóltam így rögtön, hogy így adná magát az a fél, hogy itt volt a híd, ahol ugye nincsen levág, de ezek szerint meg szerintem itt ment tovább egyenesen, de ugye nem felde híd volt, hanem egyenesen ment, tehát ennek akkor itt kellett mennie, tehát egy picivel arrébb.
De azért már más miatt van ott kitakarítva, nincsenek fák, de érdekes minden esetre, és ott is látszik egy kisebb pillér. És a túloldalt is nagyjából itt volt az a két vágány, ami nyilván az emlék, mert az utólag tették, oda nem megmaradt, de itt is van két innél. Tehát valóban itt volt a hídfő. Hát lesétálok még a Tiszapartra, megnézem, hogy hát ha van ott még valami, de szerintem ennyi, más nem fogok találni. Én úgy Szegednek a másik oldalát már nem tudtam megnézni, mert hirtelen nagy lett ott a népsűrűség, meg kiment a rendőrség is utána, hogy láttam ott valamit nagyon nézegettek, úgyhogy inkább nem akartam közelebb menni. És igen, itt van. Ez szerintem két megmaradt hídfő. És akkor ezt nézzétek. Itt volt a híd valahol. Látjátok, hídfő. Ott arrébb. És ezen a szakaszon, nem ott, ahol nincsenek fák, hanem ott a szélén. És nagyjából ott annál a szüvetni, ott lehetett a vége is. És igen, egyébként ez az épület volt az, ahol az emléktábla volt a másik oldalt. Hát akkor ennyi, sikerült végigjárni azt, amit gondoltam. És igen, megmaradt itt a hídpillér, meg az egyik hídfő is. Úgyhogy végül is eredményes volt. Igen, ott van az árvízi emlékmű is a másik oldalt. És hát akkor ez ennyi lett. Igen, az meg a dóm, tehát ott meg a dóm tér van a túloldalt. Úgyhogy akkor ez a videó az ennyi lett volna, végül is sikerült a hírmaradványait, amennyire lehetett megtalálni. Úgyhogy ez egy ilyen kis rövid videó lesz majd. Jó lett volna, köszönjük, megnéztétek, sziasztok!